Szünet van a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikumában. Az iskola két ágazatban végez képzéseket, melyek gazdálkodási és menedzsment, informatika és távközlés. A fiatalok mind a két szakon már 9. évfolyamban okleveles technikusi képzésben vesznek részt, melyből későbbi tanulmányaik folyamán profitálnak majd. Szabó Attila, az intézmény igazgatója elmondta, őket is meglepte a rangsor második helyezése. Alapjából mi is nagyon meglepődtünk, ha mondhatom ezt, és büszkék vagyunk erre az eredményre, hiszen a tavalyi 5. helyünk után idén a 2. helyet sikerült elérni. Tulajdonképpen elég komplex ez a lista összeállítása, mert 6 mutatót vettek figyelembe az Oktatási Hivatal és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal adatbázisa alapján. Ilyenek például a 9. évfolyamra beiratkozott tanulók tavalyi, tehát általános iskolai eredményei, a szeptemberben általuk megírt kompetenciamérés eredménye, a tavalyi érettségi vizsgák eredményei, a tavalyi évben sikeresen évet teljesítő diákok aránya, tehát a lemorzsolódás mértéke, valamint az oktatói testület összetétele, hogy hány teljes állású pedagógus van arányaiban az oktatói testületünkben, illetve az intézmény digitális eszközökkel való ellátottság és a digitális eszközök használata az, ami szerepet játszott ebben a rangsornak a kialakításában. Az intézményvezető nem érzi úgy, hogy bármit is másként csináltak volna az elmúlt évhez képest. Tulajdonképpen hétköznapi életünket éljük, és mondhatom azt is, hogy évtizedek óta ugyanazt csináljuk, és tesszük a dolgunkat, hiszen a bekerülő diákokkal a tehetségük alapján vagy felzárkóztatjuk, vagy a tehetséggondozásban részt vesznek, és szakkörökön, különböző versenyeken indulnak, akár sportversenyeken, akár szakmai, vagy egyéb más tanulmányi versenyeken is sikereket, országos dobogós helyezéseket, vagy akár első helyezéseket érnek el. Megyei matematikai versenyben folyamatosan ott vagyunk a dobogó első, második, harmadik fokán, tehát tulajdonképpen ezt évről évre hozzuk ezeket az eredményeket, és a kompetenciaméréseken is az országos átlag felett vagyunk, akár iskolatípus, saját iskolatípusunkat tekintve, akár a teljes oktatási vertikumot tekintve. A technikumi rangsor 100-as listáján 48. helyen szerepel továbbá még egy nyíregyházi intézmény, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Vásárhelyi Pál Technikum.